Sziasztok, idő elszután! Ez a viccek elszután a 8. része. Újabb 20 darab vicc és egy kopkopos. Mit jelent gazdaságilag a csendes társ? Egy kolléga, akinek az a dolga, hogy mindig csendben maradjon! Történelmi kérdés, Móriczkás vicc. A tanárnő kérdezi, ki volt... Kérdezi Móriczkától, hogy ki volt Zolt a legkisebb fia? Móriczka válasza. Tudom, hogy van benne. Ó, meg ennyi is. Ez az taknyos! Most zenei kérdés, újabb Móriczkás vicce. Móriczka, ki írta a Hári János operát? Móriczka válasza. Kodály Zolta! Újabb Móriczkás, fejezd be a következő közmondást. Ritka, mint a fehér olló. Egy lottószerűen mondtam viccet, de most ezt hasonló fog mondani. Hol lehet venni lottószervényt? A szerencséjáték zárt részvételi társaságán. Móriczka apja felteszi a kérdést, hogy ki a kedvenc rappere. Móriczka válasz a következő. 50 cent és 2 pac! Kvíz kérdésben teszik fel a kérdést a játékostól, hogy mi Leo Harvard foglalkozása. A játékos válasza. Színész és arcművész! Móriczka testvére közli, hogy vigyázz, mert mindjárt jön ön Feri. Móriczka felteszi a kérdést. Milyen Feri? Aki az öklét a szádba veri! Hogy hívják Gyuri kamionját? Gyur kamion! A nő teszi fel a kérdést. Te mondtad rólam, hogy én egy prosti vagyok? A férfi válaszol. Igen. A nő megkérdezi. És miért mondtad? A férfi válaszol. Nem tudtam, hogy titok. Egy Lilo és Stitches vicc. Mitől röhelyes Lilo? Olyan az óra, mint a krumpli. Férfi mondja, bunkó vagyok. A másik ember azt válaszolja, hogy és. A bunkó azt válaszolja, hogy ez a nevem. A születésnapos ajándékba kap egy tankot, illetve egy angol születésnapos. Mit mond erre az angol születésnapos? Thanks a lot! A kövételé nincs benne, hogyha valaki nem tudná. Mit jelent a leányvállalat? Egy vállalat, ahol csak lányok dolgoznak. Hogy nevezik a csúnya írást? Oroszlán kaparás! Móriczka megkérdezi a barátjától, milyen futáson fogsz részt venni. Az illető megválaszolja azt, hogy síkfutásban. Móriczka azt mondja, de hiszen sík nem tud futni! A nő meg... Az anya megkérdezi... Vagyis egy anya megkérdezi... Amikor látja, hogy a fia öltönyben van öltözve...
Látom, jó vagy, ki vagy öltözve. Kivel lesz randid? Fia azt válaszolja, a nappal! Miért volt szegény Pető? Nem. Miért volt szegény Vörös Marti Mihály? Mert sokat költött! A férj elmegy dolgozni, és a felesége elkíséri. A férj megkérdezi, miért teszi ezt? A feleség válasza. Mert nem akarom, hogy búcsúcsókot adj. Kit neveznek Alfa Hímnek? A görög macsó férfiakat. Kopko, ki az? Szúnyog. Jó, hogy jó lesz. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornám, és adjatok egy lájkot. Úgyhogy sziasztok is.